Attila vagyok, tűzvédelemről fogok beszélni, szerintem az a legtöbbik számára ismert, hogy minden intézmény vállalat, bárhol is létezik valamilyen tevékenység, oda kell tűzvédelem. Ebben a hotelben is vannak tűzoltókészülékek, automatikus érzékelők, stb. És ezeket ugye hatósági illetve jogszabály követelmény szerint periódikusan ellenőrizni kell, és ezekről pontosan meghatározott dokumentációkat kell vezetni, ami rengeteg papírmunkát jelent. Mi ezzel foglalkozunk, mutatom is, hogy milyen formában. Kette jöttünk el, Gábor a társam, ott ülünk elől, most épp fotóz, de kette jöttünk el. Mi vagyunk az alapítói annak a megoldásnak, amivel azt a cél tűztük ki, hogy papírmentesítsük ezt az egész tűzvédelmi, üzemeltetői és karbatartói feladat csoportot. Ez rendkívül sok papírozást igényel. Gábor ő tűzvédelmi mérnök. Én magam, én mérnök informatikus vagyok, alapvetően egy szoftverfejlesztő cégem van, ahol 15-en egyedi szoftvereket fejlesztünk, és tulajdonképpen így közösen 5 éve foglalkozunk azzal, ami a küldetésünk, ahogy említettem, tehát, hogy papírmentesítsük ezt a rengeteg manuális munkát igénylő, hát mondjam az sok esetben indokolatlanul magas követelményekkel megáldott szakmát, már ami a papírozást illeti, hiszen a tűzvédelemmel nyilván foglalkozni kell. Itt egy olyan példát mutatok, egyik ügyfelünk küldte ezt el, ez nem az, hogy egy vállalat mennyit papírozik tűzvédelem kapcsán, ez az, amiben vezették, hogy melyik hónapban mennyi mindent kell megcsinálni, majd ezek mögött vannak azok a dokumentumok, amik mára már nincsenek egyébként, itt szüntette meg és dobta ki ezeket, mondván, hogy elrugaszkodik a talajról és átáll teljesen digitálisra. Mára ez egy felhő alapú alkalmazás, amiről fogok beszélni. Egyik kedvenc ábrán biztosan sokan látták már, ugye, amikor az innováció Szóba kerül az elmúlt időszakban több mint 200 hazai jelhás vezetővel beszéltünk, és egytől egyig elmondták azt valamilyen formában, hogy nem érnek rá, baleset van, új épület van, izóaudit van, valami mindig van, rengeteg a teendőjük, és, és hiába az ember sok esetben lobogtat egy már kész megoldást, egyszerűen nem érnek rá. Hogy hova vezet ez, az nyilván a további még több papírozás, még több manuális munka és egy nagy-nagy darálás. Én ennek nem vagyok híve informatikusként. Hol tartunk ma? Ezek azok a cégek, ez több mint 80 már azok a karbantartó vállalkozások, legyen az kétfős, vagy akár 80, 30 fős vállalat, akik azzal foglalkoznak, hogy tűzvédelmi berendezéseket ellenőriznek, tűzoltókészüléket, vízforrásokat, hő- és füstelvezető rendszereket, bármit. Még többet mutat ez a szám, hogy a kezdetek óta ez hogyan alakult, folyamatosan növekszik. Egyrészt fölismerik, hál' Istennek a lehetőséget a szakmában is, másrészt pedig azt kell mondjam, hogy a a vállalati nyomás, amin keresztül elérjük őket, mert hogy sok esetben már úgy írják ki a beszerzéseket az EHS vezetők, hogy az általuk biztosított informatikai rendszerben kell vezetni a tűzvédelmet, ez meg nem nevezett módon sok esetben a FireGet jelenti. Vállalati szinten, hogy kik az ügyfelek, tehát hogy magára ismerjen esetleg az ember, hogyha EHS-ben, létesítményben utazik, ezek legtöbb esetben autóipari beszállítók, vállalatok, nagyon sok intézmény, állami intézmény, szigorúan szakmai alapon az, aki partnerünk. Itt láthatunk olyanokat, mint a NISZ, a Nemzeti Információs Szolgáltató, amikor az eset, esetleg az embernek az a adatbiztonság jut eszébe, illetve az NMHH is partnerünk, illetve sok olyan autóipari vállalat, akár keletről, akár nyugatról, akiket föl sem tehet feltétlenül, viszont minnyáján ismerjük őket, de szerintem a Knorr Bremzét, a Hankúkot, Rosenbergert, Kukát nem is kell feltétlenül bemutatnom, de látunk mondjuk itt egy Westendet is, akik nem kezdték el használni nyáron a megoldást. Még többet mutat ez az ábra, hogy, hogy mi történik ebben a, a piacon, hogy ezeket a tűzvédelmi naplókat, amiket vezetni kell, ezeket egy ilyen szoftveres megoldás gomnyomásra, egy mobiltelefonról mobil lehet tudja készíteni, szemben a korábbi, fölírom a papírra, beírom az Excelbe, elküldöm e-mailben, stb. megoldás helyett. Látjuk azt, hogy hogyan alakul ez a piacon, és ami miatt én elmertem hozni ezt ide ma, és megmutatni az az, hogy bátran mondhatom, hogy ebben a jól ismert életszakasz görbében, amivel is egy innovációt szokás leírni, Messze már az innovátorokon és a korai bevezetőkön túl vagyunk, és a, a mondhatom, hogy a kialakult megoldás az, amivel én itt most jelentkeztem, és hívom fel arra a figyelmet, hogy a jogszabályok szerint is már lehet ezt papíron, papíron vezetni, és rendkívül sok előnye van. Hogy mik ezek az eszközök, azért azt is elhoztam, hogy gyakorlatilasabb legyen. Tehát, hogy itt a tűzoltó készüléktől a, a fali tűzcsapokon át, egészen a hő és, és az automatikus berendezések, ezek azért nagyon különlegesek, mert ezeket naponta kell ellenőrizni, tehát jellemzően egy portán benyomják, hogy lefutott a teszt és rendben van. Ezeket mind-mind papíron. Hogy látná valaki mondjuk Budapestről, hogy a Békés Csaba 2 telephelyén ezt vajon megcsinálták-e, hogyha nem egy digitális rendszerbe? Tehát egész képtelenség, mint ahogy láttuk is, az interjú során, hogy nem tudják lekövetni ezt az EHS vezetők. Ezek minden altipusait azért írtam csak ide, mert egy vízforrás lehet, medence lehet, falitűz, csak sok minden más. Hogy mire jó egy ilyen megoldás? Egyrészt az egyre nehezedő izó és ESG nyomás, ami nemzetközi szinten is éri a vállalatokat, intézményeket, az nagyon díjazza azt, hogyha valami papírmentes. És ami fontos még, tanúsítvány a Dénesnek ajánlom figyelmében majd erről fogunk beszélni. Egy tanúsítvány bocsátunk ki azoknak, akik partnereink, és ezt lobogtatják egy ISO Audit során, és éppen most egy autóipari partner jelzett vissza, hogy a tüvös ISO 14001-es Audit, amit a legjobban szoktak félni, az olyan dicséretet kaptak külön erre a megoldásra, amit korábban még semmire sem. Ami azért érdekes, vagy azért kiemelkedő, mert ugye egy Excel tábláról, amit minnyáján sokan ismerünk, annak megvannak a maga előnye, és megvannak a korlátai. Egy ilyen rendszer ezzel de szemben egyrészt folyamat vezérel, tehát fogom tudni, hogy mikor mit kell csinálni, másrészt jogosultságkezelő, azaz mindenki csak azt csinálhatja, ami, amire ő neki jogot adtak. Tehát ezt egy ISO audit nagyon értékeli. Biztosítói hatósági igények szerintem szintén nem kell ebben a körben nagyon bemutatnom, nem könnyebbednek az idő egy ilyen szoftvertől elvárás lehet, és természetesen legyen is az, hogy folyamatosan követi a jogszabályokat. Tehát ha valami 15-én hatályba lép, akkor 15-én már olyan dokumentum jön ebből ki, ami az akkori jogszabálynak megfelelő. Ne legyen ez probléma, ne legyen ez kérdés egy ES vezetőnél. Belső minőségellenőrzésekre ellenőrzésekre hívnám fel a figyelmet. Vannak bejárások, ahol nagyon érdekes és izgalmas tud lenni egy-egy eszköznek a beazonosíthatósága. Fogjuk látni majd, hogy milyen egyszerű módon ez működik. A tevékenység napló pedig azért nagyon érdekes, mert egy Excelben nem fogom tudni látni, hogy ki mikor mit módosított, szemben egy digitális rendszerrel, ahol ennek egész pontosan nyoma van, és ezért mondom mindig azt, hogy ES vezetőként bizony az ilyen rendszereket kell keresni, ahol nyoma van, mert ha valaki jól akarja csinálni, akkor, akkor ennek ez a módja közben felmutatták a három percet, ezen átugornék, bizonyítékul, ugye, hogy mennyi a felhasználó, mennyi eszköz van már a rendszerben, illetve továbbra is hangsúlyozom, hogy az auditok során ez izgalmas lehet. A rendszer alapja sokak által ismert QR kód a beazonosítás terén, ez nagyszerűen működik, ha egy portás ellenőrz, ellenőriz, akkor ő az ő jogai szerint, egy karbantartó az ő jogai szerint, egy hatósági személy jön ki, akkor pontosan úgy, mint mondjuk én, vagy bárki más, ha a körbe mennek az épületbe, találnak ilyen QR kódot, kihoz olyan információt, információkat, ami egyébként rajt van ezen a készüléken, de egy bejárás során sokkal egyszerűbb azonosítást és naprakész információkat mutat, mint egy, egy matrica például. Az egésznek a jogszabályi háttere nagyon gyakori kérdés, hogy lehet-e ezt így, lehet-e PDF-ben, igen, lehet PDF-ben vezetni ilyen naplókat. Az a jogszabályi környezet, ami már lassan három éve, január 22-én hatályba lép, annak a Magyar Tűzvédelmi Szövetség révén lehettünk a, a munkacsoportjában, ami ezt kialakította. Fölírtam a számait, publikus lesz az előadás. Ott meg lehet azt nézni, hogy miért megfelelő az ami megoldásunk a hatósági szempontok szerint, illetve adott esetben bíróságon is megállja a helyét. A megoldott problémákról már így tényleg a végén egyrészt rendszer szintű átlátható egy ilyen. Tehát nem azt szoktam mondani, hogy nem az a munka, hogy megnézem, hogy mi a munka, és azzal foglalkozom, hanem a dobja a rendszer nyilván itt a periódusokból, hogy mikor, mivel, kinek mit kell csinálnia. Tehát ez már önmagában egy, azt szoktam mondani, egy munkakört megszüntet, nem munkahelyet, egy munkakört, ami egy elég manuális és elég nagy hiba forrást jelent. Ugye azt már említettem, hogy a hatósági elvárásoknak folyamatosan megfelelünk, értesítéseket küld a felhasználók, az ő jogosultsága szerint, illetve hát nem mondom azt, hogy akkor nem lesz büntetés, ha valaki ilyen rendszert használ, mert ezt nem mondhatom, de azt állíthatom, hogy közvetett módon igenis a tűzbiztonságot az növeli, hogy egy szoftver szól nekem, hogy mit kell csinálnom, semmint nekem kell arról gondoskodnom. Végül az utolsó diám, amit külön egyeztettünk, hogy hogy lehet integrálni egy ilyen rendszert, és egy példát mondok, és ezzel be is fejezem, azt gondolom, hogy elindíthatja az emberben a gondolatot. A Soproni Vízmű területén körülbelül 2500 tűzcsap van, ezek a városi tűzcsapok, látjuk őket. Ezeket úgy szokták ellenőrizni általában egy-másfél hónap alatt, vagy egyes mennek, hogy egyesével mennek például nyilván a tűzcsapokhoz, és egy papírra fölírják, hogy mi történik azzal. Túl magas, túl alacsony, el van torlaszolva, el van repedve. Ezeket ha hazaér a karbantartó és épp olyan napja van, akkor beírja egy Excel-táblába és amikor már úgy érzi, hogy annyi minden összegyűlt, akkor ezt az Excel-táblát elküldi a vízműnek, hogy hát én ezeket láttam. Ott ha valakinek megint van kedve ezzel foglalkozni, akkor feldolgozza az Excel-t, írtak rá egy nagyon jó kis programot, ami az excel feldolgozva kiteszi egy térképre, hogy hol van probléma. Ami szerintem egy tök jó megoldás. Amin lehetett nagyon gyorsítani és dimenziót váltani, azt kell mondjam, az az, hogy ez a korábbi egy-két hét múlva tudok róla, hogy ott van egy probléma, ez már úgy néz ki, hogy amikor ma délután körbe megy a karbantartó, és látja, hogy az a tűzcsap az eltörött, vagy nem hozzáférhető, és beírja a rendszerbe, akkor az ő informatikai rendszerünk a miénkből elviszi ezt az információt, és reggel 6 órakor rajta van a térképen, hogy a műszaki csoportnak oda ki kell menni, és el kell hárítani a hibát. Tehát, hogy azt jól érzékelhető, hogy a korábbi két hétből most adott esetben egy napon belül beavatkozás lehetséges. Én azt gondolom, hogy ezt nem kell tovább bizonygatnom, hogy ez miért lehet fontos, és szerintem mindenki ebben találhat saját magára vonatkozó példát. Úgyhogy én zárásképp csak annyit mondanék visszautalva az első diára, hogy lehet azt csinálni, hogy a régi módszerekkel az ember manuálisan ezzel foglalkozik. Ugyanakkor én azt mondom, hogy minden kötelezettség nélkül beszéljünk róla, akár itt, akár egy videóhívásban, és nagyon szívesen elmondjuk azt, hogy ez milyen lehetőségeket rejt még magában. Ilyen értelemben azt mondom, hogy szívesen megmutatjuk a kereket, és hogyha valaki ezzel szeretne tovább, akkor nagyon szívesen lépünk vele tovább. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, ennyit szerettem volna a tűzvédelem kapcsán. Köszönöm.